Élménygazdag programmal készültek idén is a Szadai Szent István napi mulatságra, de sajnos az eső elmosta a rendezvény nagy részét. Elmaradtak a délutáni programok és az esti koncertek, de volt élményfőzés és kutyás bemutató. Hét csapat készített finomabbnál finomabb ételeket, ezeket még szerencsére volt idő megkóstolni. Az élményfőzés volt a legnagyobb kihívás a Szadai Szent István napi mulatságon, ugyanis 7 csapat 7-féle ételét lehetett megkóstolni. A sportcentrumban külön gasztró utcát is berendeztek. A Szadai Polgárőrség és a Szadai Nyugdíjas Klub csapata csirkepörköltet készített tésztával és savanyúsággal. Ráadásul lett benne egy kis szárny is, mert kívánságműsor volt, hogy én azt szeretem alapom. Úgyhogy azt szeretnénk, még nem biztos, hogy jó lesz, de reméljük, hogy sikerülni fog, mert még idáig mindig sikerült minden. Szabó György elmondta azt is, hogy sok a nyugdíjas polgárőr, ezért vonták össze csapataikat. Az ételt a többség választotta ki, de ő néha szeret különleges főztöket is készíteni. Én már mondtam sokszor, hogy ilyenkor azt kéne főzni, ami úgymond otthon majdnem elérhetetlen, főleg árban, és nem hallanak rá, mert drága, meg így, meg úgy, hát ha nem nekünk kerül pénzbe, akkor miért nem? Rajtuk kívül még a polgármesteri hivatal, a Szadanóva, a Nagypeti, a Szadaborászok, a Szadai Idősek Otthona, valamint a Szadai Székely Bertalan iskola csapata is beszállt az élményfőzésbe. A Szadai Székely Bertalan általános iskolát képviseljük, mi vagyunk a Gráciák. Bemutatom Enikőt. Enikő vagyok. Halászné Ildikó vagyok. És Lesetár Kata. Én pedig Jancsóné Szalai Szidónia vagyok. A Gráciák pikáns pörköltet készítettek Csülökágyon. Hirtelen verődött össze a csapat, de nagyon jó hangulat alakult ki. Még itthon sem voltunk, nem tudom, mindenki máshol nyaralt, és akkor aztán jött a hirtelen ötlet. A kolléganőm megkeresett, hogy vállaljuk el ezt a főzést, mert hogy nem, nincs, aki jönne, és akkor így belecsaptunk a lecsóba, illetve a pörköltbe. Ők készültek el leggyorsabban, azt mondják, sörrel az igazi a pörkölt. Mi már megkóstoltuk, hogy nekünk nagyon tetszik, és javaslom, hogy ti is kóstoljátok meg, és hát várjuk a többieket is. Most egy fiatalember már itt kóstolja. Kevin, finom? Na, oké. Tehát reméljük, hogy ízletes. Mi úgy gondoljuk, hogy ízletes. A főzés délelőtt a Kutyaduma interaktív bemutatója kísérte, majd fellépett a Hajnalcsillag bábcsoport. A délutáni programok nagy részét sajnos elvitte a vihar. Idei évben is mind mindig nagyon készültünk a Szent István napi mulatságra. Az önkormányzat támogatásával idén is majdnem minden programunk ingyenes volt. Azonban eddig még így nem jártunk, elvitt minket a vihar szó szerint. Nem volt előre jelezve, viszont ezt követően a katasztrófavédelem szólt, hogy várható még vihar. Így sajnos a mai rendezvényt nekünk be kellett fejezni idő előtt. A főzősök gyakorlatilag tényleg reggel óta készülnek, az ételek kiosztásra kerültek, azonban a zenekarok és az együttesek sajnos mai napon nem tudnak már föllépni nálunk. Ilyenkor azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mindenki biztonságban legyen, és ennek így a katasztrófavédelem által eleget is kell tennünk, és természetesen mi is ezt gondoljuk. Úgyhogy a mai rendezvény nálunk eddig tartott sajnos szadán.